De fordítsunk most vissza Jobhoz. Jobb negyedik rész, 12. vers. Elifáz beszél Jobhoz, és azt mondta neki, hát, Jobb, én kaptam egy kijelentést az Úrtól feléd, vagy számodra. 12. vers, azt mondja, titokzatos szót hallottam, suttogás jutott fülembe. Halljátok, hogy mit mondott? Azt mondja, titokzatos szót hallottam, suttogás jutott a fülembe, tehát kapott valamit. És azt mondja, 13. vers, mikor éjjeli látomáson töprengtem éppen, és mély álomba zuhantam hirtelen, félelem és remegés fogott el, még csontjaim is reszkedtek, egy szellem suhant el arcom előtt, és még a hajam is égnek állt. Hát nem vette észre, hogy ez nem Isten volt. 16. vers. Csendben megállt előttem, de nem láttam az alakját. Valaki ott volt, éreztem. Aztán megszólalt. Vajon az ember megállhat-e Isten előtt, számára lehet-e valaki elfogadható? Magyarul lehet-e igaz az ember Isten előtt? Tehát nem lehet igazabb senki sem az ő teremtőjénél. És azt mondja a 18-as vers, hiszen még mennyei szolgáiban sem bízhat, még angyalaiban is talál hibát. Hát még az emberekben, akik porból épített agyakházakban laknak, s könnyebben szétnyomhatók a mójnál. Reggeltől estig csak szenvednek, majd örökre elvesznek, de észre sem veszi senki. Sátoruk szövekét kihúzzák, s meghalnak bölcsesség nélkül. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert éjszaka kijelentést kapott ez az ember, és látott egy szellemet, amint megjelent előtte. És nem volt benne a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, mert úgy gondolta, hogy Isten volt az. Pedig kirázta a hideg tőle, tehát félelem fogta el, tehát ez nem Istentől volt, és mégis Jobbra árasztotta ezt. És nagyon világos és egyértelmű ezekből a szavakból, ahogy félelem fogta el őt, ez egyértelműen a sátán volt, aki ezt az egészet összehozta, vagy összehangolta. Nagyon jól tudta a sátán, hogy mivel kell próbálkoznia, mivel, hogy Jobbnak ez a barátja, majd szépen Jobbra fogja árasztani mindezt a dolgot. És a felszínen nagyon is igeinek tűnik az, amit mond, hiszen a 17-es vers, ami azt mondja, hogy lehet egy halhatatlan ember igazabb Istennél? Hát persze, hogy nem. Járhat-e valaki tisztábban, mint az ő teremtője vagy alkotója? Hát persze, hogy nem. Tehát ez teljesen igei. Aztán, amikor tovább megy, itt jön már a megtévesztés. 18-as vers. Hiszen még a szolgáiban sem bízhat Isten, ez viszont már nem igaz. Még angyalaiban is talál hibát, ez viszont már igaz. Tehát keveri az igazságot a hamissággal. Hát még hogyan bízhat az emberekben, akik porból épített agyakházakban laknak? Tehát mi az, ami történik itt? Ez teljes mértékben egy támadás Jobb ellen, és azt mondja, Jobb, téged Isten büntet, mert jött egy kijelentés nekem a szellemtől. És hogyha olvasol a sorok között, akkor azt mondja, hogy hát Isten nem bízik senkiben. Hát akkor hogyan bízhatna benned Jobb? Még az angyalaiban is talál hibát. Hát lehetne az ember tisztább, mint Isten maga? Hát Jobb, te teljesen rossz úton jársz. Isten büntet téged, Jobb. Nem vagy te semmire se jó. Isten nem is bízik benned. Tehát ne felejtsük el, hogy ez egy jó baráttól jött mindez. Sokszor csak úgy oda mondjuk a szavakat az emberekre, ami teljes vádlást és kárhoztatást hoz rájuk.
Ezért kell szellemben járnunk. És nem csak, hogy szellemben kell járnunk, hanem áldanunk kell az embereket, és nem átkoznunk. Nem vádolnunk őket, hanem felemelnünk őket. És bátorítani őket. És ez a kijelentés, amit ez az ember kapott, úgy gondolta, hogy Istentől jövő szellemtől kapta. De rá árasztotta ezt Jobra. És hihetetlen, hogy az emberek mennyire szakértők abban, hogy hogyan tudnak téged bűnösségi érzés alá keríteni. Amikor Isten nem tesz ilyet. Az emberek teszik ezt, és nagyon profin csinálják. Oda dobnak, csak egy kis szót beszúrnak, egy-egy kis arckifejezést, egy-egy kis fintort, vagy bármi olyan szót, amiben teljes károsztatást és vádlást érzel. És egyszerűen csak rád árasztják ezt, és nagyon sokat rázúdítottak Jobbra ebből. Úgy gondolt ez a fickó, hát éjszaka kapott kijelentést, hát jobb, hogyha figyelsz erre, jobb, hogyha ezt meghallgatod. Hát Isten ezt mondja rólad, én megkaptam ezt kijelentésben, hát Isten ezt gondolja rólad. Hát jobb szerinted te igazabb vagy, mint maga Isten? Tisztább vagy, mint a teremtőd? Hát ő nem bízik benned, még a saját angyalaiban sem bízik. Jó, téged Isten büntet. Látod, Sátánnak a célja pontosan az volt, hogy Jobot teljesen padlóra küldje, a vádlással és kárhasztatással. És pontosan ez volt ennek a célja, hogy megpróbáljon kárhasztatást és vádlást hozni Jobra. Szeretnék egy kicsit beszélni nektek erről a területről, ami a vádlás és kárhoztatás. Megpróbált a gonosz mindent elkövetni, vádlás és kárhoztatása alá kerüljön Jobb, hogy végre kieszközölje belőle, hogy Isten ellen kezdjen el zúgolódni. Én nem engedem meg senkinek, és ezt még egyszer kihangsúlyozom, senkinek, akárki is legyen az, aki megpróbál engem vádlás és kárhoztatás alá keríteni. Senkinek. Egyszerűen nem engedem meg, hogy ez megtörténhessen. Bármit mondhatsz nekem, én nem fogom beengedni a kárhoztatást és vádlást. Már túl vagyok ezen, hogy hatással legyen rám. Ha Isten nem vádol, soha is nem kárhoztat, az teljesen más, amikor Isten meggyőz a bűn tekintetében, vagy a rossz dolgok tekintetében, de ő soha nem vádol, soha nem kárhoztat. Ő kijelentést ad, és meggyőz szeretetben, a vádlás és kárhoztatás mindig a Sátántól van. Mindig, minden értelemben a vádlás és kárhoztatás sátáni. És nagyon gyakran embereken keresztül jön. Valamivel fejbevágnak téged, egy igével, egy igazsággal, és megpróbálják azt rád erőltetni, rád nyomni, és padlóra küldeni. Szóval az ellenség mindig azt próbálta kieszközölni Jobból, hogy végre Jobb kimondja azt, hogy Istenem, te nem vagy fair. Hát én nem is érdemeltem meg azt, hogy így bánj velem, és megpróbálta rávenni Jobot arra, hogy zúgolódjon. Ne felejtsük el, hogy amikor Isten beszélgetett Sátánnal, az összes többi angyal is ott volt. Az angyalok előtt történt ez a beszélgetés. És amikor azt mondta Isten, látod, Jobot az én szolgámat, ő tökéletes ember. És ismerjük a történetet. Jött a nyomás Jobbra, hogy megpróbálja az ellenség kieszközölni belőle, hogy kezdjen el Isten ellen zúgolódni. Próbálkozott betegséggel, és az ellenség próbálkozni is fog mindig betegséggel az életünkben. És pontosan ezt mondja a világ, és mindig ezzel hozakodik, hogy ha Isten szerető Isten lenne, akkor miért engedi meg ezt a sok betegséget, szenvedést és pusztulást a világon? Miért szenvednek az emberek?
Pontosan az a célja az ellenségnek ezekkel a szavakkal, hogy az embereket Isten ellen fordítsa. Szóval használja ezt. És nem veszik észre, hogy az egész az a sátán munkája, de itt most nagyon sok dolog forgott kockán. Lucifer egészen addig a pontig akarta juttatni Jobot, hogy Jób végre azt mondja, hogy Istenem, te nem vagy fair, hogy aztán sátán Isten arcába vághassa, hogy na látod, én megmondtam. És azt mondta neki, Isten, te nem vagy igaz, nem vagy fair Jobbal kapcsolatosan, mivel hogy mindent megengedsz neki, mindennel elárasztod őt. Magyarul, amit ő próbált ebből kihozni, hogy a saját hamisságát és a saját lázadását próbálja igazolni. Pontosan ez történt. Én igazából hiszem azt, hogy azzal is próbálkozott Sátán, hogy még több angyalt megpróbáljon magához vonni, és hatással lenni rájuk emiatt a sztori miatt. Mert igazából az angyalok egyharmada nem volt neki elég. Nagyon elszámolta magát. Nagyon rosszul kalkulált, mivel hogy az összes mennyei seregből csak az egyharmada az, akit magával tudott vonni és ragadni. Hát nem maga az ige mondja, hogy többen vannak, akik veled vannak, mint akik ellened vannak. A számok nagy jelentőséggel bírnak a Bibliában. És Lucifer eléggé elszámolta magát. És Istennek a fiai, Istennek az angyalai mind ott voltak, és figyeltek, és hallgatták ezt az egész dolgot. És most azzal próbálkozott, hogy megpróbáljon egy újabb pusztítást hozni. Hogyha a Földön a legtökéletesebb embert fel tudja használni arra, hogy Isten ellen szóljon, azt az embert, akibe Isten a legnagyobb bizalmát vetette, hogy elkezdjen Isten ellen panaszkodni, zúgolodni, és azt mondja, hogy Istenem, te nem vagy fair, nem vagy igaz. És így az angyalok elméjébe megpróbált kételyt sugalni, vagy kételyt elvetni. És igazából, amit látunk ebből a helyzetből, hogy megpróbált még több angyalt rávenni arra, hogy vele tartsanak, és Isten ellen forduljanak. És ennek a procedúrája, a folyamata az volt, hogy megpróbálta Jobot teljesen padlóra küldeni, és most már a vádlást és kárhoztatást használta, hogy hát, ha ezáltal Isten ellen fog szólni. Meg kell tanulnunk kezelni a vádlást és kárhoztatást. Meg kell, hogy különböztesd, és meg kell, hogy tanuld azt, hogy hogyan különböztetheted meg, hogy mi a vádlás és kárhoztatás, és mi a meggyőzés, amikor Isten szelleme győz meg téged valamiről. Mert az, amikor Isten meggyőz valamilyen igazság felől, az teljesen más, mint a vádlás és kárhoztatás. A meggyőzés, vagy meggyőződés a lelkiismereteden keresztül történik, amiben a Szent Szellem beszél hozzád. A Szent Szellem használja a lelkiismeretedet. A Biblia azt mondja, hogy mi Isten képmására lettünk megalkotva. És pontosan ezért minden egyes ember, legyen keresztény vagy nem keresztény, aki megszületett erre a föld színére, van bennük egy úgymond erkölcsi jelző. Azzal születtek, hiszen azt mondja a János evangéliuma 1:9, az igazi világosság, aki mindenkit megvilágosít. Tehát mindenkit megvilágosít a világosság, ez a megtérteket és a nem megtérteket is. Jézusról beszél, hogy Jézus a világ világossága, és ő mindenkit megvilágosít, János 1:9. Mindenkit, aki erre a világra megszületik, ő megvilágosít, akár megtértek, akár nem. Mindannyiukban van egy bizonyos fokú vagy mértékű világosság, mert ott van a lelkiismeretük. Természetesen, mikor újjászületünk, a lelkiismeretünk is megváltozik, és meg kell tanulnunk Isten törvényszerűségét, hogy ez még a meg nem tértek szívének táblájára is oda lettek beírva.
Mert lehet, hogy a világnak egy olyan tájára, vagy vidékére kerülsz, ami egy teljesen elhagyatott környék, ahol soha nem hallották az evangéliumot, fogalmuk sincs arról, hogy mi a jó és mi a rossz, de mégis tudják belül, hogy ha lopnak, az nem helyes. Ott van bennük egy belső ellenállás. Miért? Nem azért, mert ismerik a 10 parancsolatot arról, hogy a lopás az bűn Isten előtt, hanem egyszerűen beleivódott a lelki ismeretükbe. Ez az a világosság, ami megjelent ennek a világnak minden ember számára. Én ellátogattam már olyan törzsekhez, akik a világ legprimitívebb népei voltak. És még ők is tudják. Egyszerűen tudják. Nagyon sok területen, hogy mi a jó és mi a rossz. Soha életükben nem hallották az evangéliumot, még csak nem is tanult emberek, soha nem képezte őket senki arra. Mégis tudják belül. Ezzel születtek, ezzel a világossággal, ami megvilágosít minden egyes embert. Ezt úgy hívják lelkiismeret. És amikor mi keresztényekké válunk, tehát megtérünk, akkor ez a lelki ismeretünk sokkal inkább felébred, és megváltozik. A mi lelki ismeretünk funkciója a meggyőződés, hogy meggyőzzön bennünket a rossz dolgok felől, és ez egy nagyon világos és specifikus, és nagyon egyenes. Hadd mondjam azt, a te lelki ismereted és meggyőződésed nem egy hang, nem valami, ami beszél hozzád. Nagyon kritikus most ezt megértened. Hogyha egy hangot hallasz a füledben, és azt mondja neked, hogy ezt vagy azt rosszul tetted, akkor azt egyszerűen dobd ki. Biztos tudod, miről beszélek. Mindannyiunknak voltak már hangok a fülünkben, amikor egyszerűen visszacsengtek a fülünkben dolgok. Ó, te olyan rossz vagy azt tetted. De a lelkiismeret az nem egy hang, az egy érzés. A meggyőződés az nem egy hang. Amikor Péter pünkösdnapján hirdette az evangéliumot, egyszerűen a szívükben meggyőződést kaptak, és szinte kicsavarodott a szívük, és szinte holtan estek össze, mert a dicsőség urát megfeszítették. És az egy nagyon erőteljes érzés volt, a meggyőződés, az mindig egy érzés, az nem egy hang. Belülről hallod, de mégis, mintha kívülről jövő hang lenne. Hogyha egy hangot hallasz, és az a hang azt mondja, elmondja neked mindezt a rosszat, amit tettél valaha is, akkor egyszerűen vesd azt ki, dobd ki, és ne adj neki egy picike kis időt sem, hogy lopjon tőled. Egyszerűen hajítsd ki. Mert a meggyőződés, ami Istentől van, soha nem így működik. Az egy erőteljes érzés, ami a szellemedben működik. Mert a lelkiismereted a szellemed területéhez tartozik. A lelkiismeret az egy nagyon érdekes dolog. Az soha nem próbál győzködni téged. Nem, te sem tudsz vitatkozni vele. Az egy állandó dolog és tárgyilagos. Egy klasszikus példa például, hogyha dolgozol egy munkahelynek, és lopsz valamit a cégtől. Hányan loptok a főnökötöktől? Hát én is tettem már ezt korábban. De mit mond ilyenkor a lelkiismereted? Érzed belül, hogy ez nem jó. Nem egy hangot hallasz, hogy ó, ez rossz, ez rossz, ez rossz, mit tettél? Hanem egy olyan szívfacsaró érzés, hogy egyszerűen csak tudod, hogy rossz, amit tettél. A lelkiismereted egyszerűen kifogásolja, tiltakozik belül. Egyszerűen csak tiltakozik ott a felsődben. És az elméd természetesen vitatkozhat ezzel az érzéssel, és azt mondod, hogy ó, ez semmi, csak kis tollak. Igazából semmi jelentőségteljes dolgot nem hoztam el. De a lelkiismereted egyetlen egy pillanatra sem mozdul, vagy nem tudod megrendíteni. Nem tudsz vele vitatkozni.
mondatod magadban, hát a főnök nem is tud róla, igazából nem is érdekli, ó, ez csak egy pici kis dolog, meg se fogja sohasem tudni, de a lelkiismeretedet mégsem tudod meggyőzni. Az a rossz érzés belül nem akar elvenni. Természetesen újra és újra, hogyha tovább mész, és nem hallgatsz arra az érzésre, amit a lelkiismereted mond, akkor megölheted egy idő után a lelkiismeretedet. Mert ez egy, most egy más dolog. Egy idő után kihalhatnak már ezek az érzések belőled, ami a lelkiismereted figyelmeztetői. De a lelkiismeret ez nem vitatkozik veled, nem próbál győzködni téged. Ott van folyamatosan ez az érzés. A természetes elméd, az vitatkozhat vele, és próbálhatod győzködni saját magad. Mert az elméd mindig megpróbálja igazolni, hogy miért is tetted azt. De az érzést akkor sem változtatja meg. Egyszerűen ott van folyamatosan. És aztán az akaratod, az érzelmeid egyszerűen kell, hogy mozduljanak abba az irányba, ami a lelkiismeretet hangja, hogy egyszerűen eljöjj arra a megtérésre, hogy Istennel rendezd a dolgot. Viszont a vádlás és károsztatás teljesen más, mint ez. Nagyon gyakran a vádlás és károsztatás egyáltalán nem specifikus, nem is kézzelfogható, tehát nem célirányos. Nagyon sokszor foglalkozol emberekkel, és olyan vádlás és károsztatás alatt érzik magukat, és el sem tudják mondani, hogy mit tettek rosszul. Nincs okuk sem arra, hogy így érezik magukat. Nagyon sok ilyen helyzet van, hogy borzasztó nagy vádlás károsztatás alatt érzik magukat, és akkor megkérdezem őket, hogy de hát miért, mit tettél, vagy mi történt? És azt mondja az ember, hogy hát nem is igazán értem, nem is igazán tudom megfogalmazni, nem tudom, hogy miért érzem így magam. Nem tudom azt mondani, hogy ezt vagy azt tettem volna. Látod, a meggyőződés az mindig specifikus. De nagyon gyakran a vádlás és károsztatás annyira általános, hogy még csak azt sem tudod, hogy honnan jött. Azt sem tudod, mit tettél, csak egyszerűen így érzed magad, teljesen magad alatt érzed magad, vádolva, károsztatva érzed magad. A vádlás és károsztatás nagyon gyakran egy hang, amit hallasz. Egy szellemnek a hangja, ami jön és beszél hozzád, ezt tetted, azt mondtad. Ezt tetted, azt tetted, amazt tetted. És tudod, ami beszél hozzád, az nem te vagy, nem a saját gondolataid, az egy szellem, aki kívülről beszél hozzád. Nem a lelkiismereted, mert a lelkiismeretednek, bár mondjuk azt a magyarban, hogy a lelkiismeret hangja, mégsem a lelkiismeretnek nincs hangja, ez egy érzés. Hogyha egy hang beszél hozzád azokról a területekről, hogy mit tettél rosszul, akkor ne szórakoztasd ezt az érzést, magyarul ne foglalkozz ezzel, ne gondolkodj el, ne kezdjél el gondolkodni ezeken, dobd ki. Én soha nem hallgatok erre a hangra. Próbálkozott nagyon sokszor már az életemben, de megtanultam ezt kezelni. Egyszerűen fricskázz le ezt a válladról. De nagyon sokszor más embereken keresztül jön a vádlás és károsztás. Mondanak neked valamit, és megpróbálnak teljesen padlóra küldeni a vádlással és károsztatással. Valamit csak úgy a fejedhez vágnak. Mi szellemben járunk, abból a meggyőződésből, ami a szellemtől van, és nem pedig vádlás és károsztatás által. A vádlás és károsztatás mindig padlóra küld téged, mindig szomorúnak érzed magad, depressziósnak érzed magad. Úgy érzed, hogy nincs ebből kiút, teljesen elveszíted a látásod, és teljesen megpróbál lenyomni téged. Amikor Szent Szellem jön és meggyőz téged, az mindig fel akar emelni téged, mindig meg akar áldani téged, mindig valami jót akar kihozni abból a helyzetből. Mindig emelni akar téged. És helyre akarja igazítani az életedet. A Szent Szellem mindig így működik. A károsztatás és vádlás folyamatosan azt vágja a fejedhez, ezt elszúrtad.
micsoda romlott személy vagy, hát ilyen dolgot tenni. Ez vádlás. A meggyőződés, ez mindig azt mondja neked, meg akarlak áldani téged. Jót akarok neked. Útjában áll ez a dolog annak, hogy még nagyobb áldás jön az életedben. Mit szólnál ahhoz, hogyha kivetnéd ezt? Oda megy melléd a Szent Szellem is kedvesen, mintha noszogatna téged, mégis mindig felemel. A meggyőződés mindig felemel bennünket, kivétel nélkül, a vádlás károsztatás pedig mindig lenyom, kivétel nélkül. Szóval, ha valamit tettél, valld meg, és felejtsd el. Hogyha megvallod, és újra feljön, akkor már tudhatod, hogy ez nem más, mint a vádlás. Ha te valamit megvallottál, Isten előtt elismerted, és helyes útra tértél azon a területen, és akkor az ellenség ezt újra felhozza. Hogyha egyszer már te megvallottál valamit, akkor egyetlen egy pillanatra se foglalkozz azzal a dologgal, és ne szórakoztasd azt az elmédben, magyarul ne foglalkozzál vele, ne tölts időt ezzel, hanem vesd ki magadból, tehát ne jöjj a károsztatás vádlás alá. Azt mondja az ige sátáról, hogy ő az atyafiak vádlója. És ez egy óriási fegyver. Úgy gondolom, hogy mondhatom azt, hogy legalább az egyharmada ennek a társaságnak, akik most hallgattok engem, lelkiismeret furdalással szenved. És egy elég nagy gyülekezet vagyunk, de legalább az egyharmadunk szenved folyamatos lelkiismeret furdalásban. És ez egyszerűen olyan szintre tud téged juttatni, hogy az életedben teljes elkeseredésig tudsz jutni. Abszolút lenyom ez téged, és padlóra kül. Hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor nem tudsz hitet gyakorolni. Mindig rosszul érzed magad. Nem tudsz az Úrral sem járni. Mert úgy érzed, hogy Isten nem lehet így veled, biztos, hogy megszakított veled minden kapcsolatot. Ő kivág téged a fejszéjével. Tudod, hadd mondjam ezt, amikor meggyőződés jön a szívedben, akkor mindig újabb megvilágosodással jutsz el, és egyre közelebb kerülsz olyankor az Úrhoz. Egy úgymond felébresztés történik. Azt mondja például az 1 János 1.7, ha pedig valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor közösségben vagyunk egymással. Akkor Jézusnak, Isten fiának a vére, vagyis áldozati halála megtisztít, és tisztán tart bennünket minden bűntől. Ha Isten szelleme jön, és azt mondja, hogy nézd, én szeretném, hogy ezzel a bűnnel az életedben felszámolnál, mert ez nem jó. És egészen eddig még mindig nem bántál el vele, de most már ott van ez a dolog az életedben, és nem örülök ennek. Szeretném, hogyha megváltoznál. És jön a Szent Szellem, és mindig világosságot hoz. Ez bele van programozva a lelkiismeretedbe. És beleprogramozódik a lelkiismeretedbe úgy, hogyha ismét megteszed azt a bűnt, egyszerűen legközelebb már nem akarod megtenni, mert a lelkiismereted folyamatosan tiltakozik. Szóval egy procedúra, egy folyamat az, hogy a lelkiismeretedet felébreszti az Úr, hogy még nagyobb szintjére juttasson el téged a szentségnek. Hogy az Úrral járhass együtt. Lelkiismeretedet beprogramozza a Szent Szellem, az szerint, ahogy a világosság jön az életedben. De amit Isten elvár az egyik embertől, nem feltétlenül várja el ugyanazt egy másik embertől. Ezt meg kell értenünk.
Isten mindannyiunkat másképp bánik el, ő pontosan tudja, hogy ki milyen szinten van, kivel hogy lehet beszélni, hogy lehet bánni. Szóval a lelkiismeretünket beprogramozza azt szerint, ahogy a Szent Szellem beszél hozzánk, attól fogva, hogy a Szent Szellem egyszer beszélt hozzánk arról a területről, legközelebb, amikor újra előkerül az a helyzet, akkor már a meggyőződés már ott van a szívedben. A lelkiismereted rögtön jelez. Hogyha soha nem történt meggyőződés azon a területen az előtt, nagyon érdekes ez. Ez úgy is mondhatnám, hogy minél jobban messzebb kerülsz Istenben, minél magasabb szintre kerülsz benne, annál jobban leszűkül az út, és annál nagyobb limitek, annál nagyobb korlátozások jönnek az életedben, mert egyre több dologgal kapcsolatosan szól és jelez a lelkiismereted. Mert a szellemnek a területe, egy szentség területe is, ez érdekes. De amit Isten tőled vár, nem feltétlenül várja ugyanezt másoktól. Hadd mondjam ezt zárásként vagy befejezésként, és ismét hadd fűzzem hozzá, hogy évekbe telt, míg ezt megértettem, és most két sorban fogom elmondani sok éves tapasztalatot. A vallás arra néz, amit csinálsz, vagy amit nem csinálsz. Isten arra tekint, hogy miért csinálod azt, amit csinálsz. És ez egy két teljesen egymástól eltérő út. Látod, a vallás jön, és azt mondja neked, te rossz vagy. Miért tetted ezt? Ó, nagyon rossz ember vagy. Ezt tetted, ezeket a dolgokat, bűnös vagy. Isten pedig csak hagyja, hogy egy ember életében éveken át ott legyen, ott maradjon valami, és soha nem is nyúl ahhoz a területhez. És nem vezeti el, úgymond a megtérésre azt az ember, amíg egy nap, eltelik lehet sok idő, és egy nap megvilágosítja az Úr. És amikor ez megtörténik, akkortól már elszámoltathatóak vagyunk Isten felé. De a vallás azt teszi, hogy mindent bekategorizál, és mindent törvény alá és szabályok alá helyez, és azt mondja, ezt és ezt is ezt kell tenned, ezek a törvények, ezek a szabályok, ezek az elvárások tőlünk, hiszen ezt mondja a Biblia, ezt ne tedd. De Isten nem ezt teszi, hiszen ő egy teljesen más perspektívából néz bennünket és vizsgál bennünket. Ő azt nézi, hogy miért teszünk dolgokat. Nem azt nézi, hogy mit csinálunk magát, azt pontosan jól tudja, hogy mit csinálunk. A szívünket vizsgálja, a motivációnkat. Miért tesszük azt, amit teszünk? Isten mindig a szívünk után van. Ő nem a gyümölcsök után van, azt az emberek látják. Isten a szívet vizsgálja, Isten a szívünket akarja. A vallás mindig azt nézi, mi a jó és mi a rossz. Isten pedig a szívet nézi, a motivációt. Kell, hogy gondolkodj ezen, kell, hogy meditálj erről. Mert nagyon nagy mélységek vannak ebben, amiket most mondok nektek. Elég sok időmbe került mindezeket megérteni. A vallás mindig arra néz, hogy mit teszünk és mit nem teszünk. Isten mindig arra néz, hogy miért tesszük azt, amit teszünk. Őt pontosan ez érdekli. Jobb nem vádolta Istent, keresztül ment a próbákon. A három barátai mindent megtettek, mindent tőlük telhetőt megtettek, hogy vádolják és károsztassák őt. Még az igét is használták ellene, vagy a keresztény alapelveket, sőt, még kijelentést is használtak ellene. Mert ez az álom, vagy ez a látás, amit kapott ez az ember az éjszaka kellős közepén, megpróbálta Jobot teljesen padlóra küldeni a vádlással és kárhoztatással. Hogy azt eredményezze ez, hogy nem lesz többé hatékony,
és végül teljesen annyira maga alá kerüljön, hogy azt mondja, hogy ó, elegem van az egészből, feladom. És Isten ellen kezd szólni és zúgolódni. Isten ki akarja írtani a szívünkből a vallást, a vallásosságot. Nagyon sokan a jó és rossz tudás fájáról élünk, és arról, ami halált nemz, és nagyon sokszor másokra zúdítjuk ezeket a dolgokat. Amiről ma este beszéltem, ezek nagyon mély dolgok, és nagyon sokat kell gondolkodj ezeken, hogy megértsd. Arról is beszéltem, hogy Isten gyűlöli a vallást. És ez nem helyes, és sajnos a gyülekezetek, az egyház tele van velük. És ez megkötözöttséget hoz a szabadság helyett. Vádlást és kárhoztatást hoz. Azt okozza, hogy testvérek egymással szembe fordulnak, és ellenségekké válnak. De Isten azt akarja, hogy mi szabadok legyünk. Nincs jogod ahhoz, hogy bárkit vádolj vagy kárhoztass. Nem is tudsz meggyőzni senkit sem, mert csak is a Szent Szellem tud meggyőződést hozni bárki szívébe. És beszélhetek valamiről az ige alapján, és biztosan sokak eljutnak a meggyőződésre. És jön a Szent Szellem, és beszél hozzájuk, és lehet, hogy a hallgatóság többi felét pedig meg sem mozdítja egy icipicit sem. És akkor ezek az emberek rosszak? Akiket nem érint meg az üzenetem? Dehogy is! Isten más szinten kezeli őket, másképp beszél hozzájuk, és másképp fogja őket meggyőzni. Más állomáson, az életük más állomásán, más szintjén vannak. De egyedül Isten, egyedül a Szent Szellem az, aki meggyőződést hoz az emberek szívében, nem mi vagyunk azok. Én nem tudlak téged meggyőzni, hiába mondom azt neked, hogy ez is rossz, az is rossz, amaz is rossz. Lehet, hogy rögtön károsztatás alá helyezlek téged, mivel elmondtam neked, hogy mennyire rossz az, amit teszel. De amikor a Szent Szellem jön hozzád, akkor egyszerűen ő beprogramozza a lelkiismeretedet, és akárhányszor próbálod utána azt a dolgot tenni, a lelkiismereted rögtön figyelmeztet, azt az érzést kelti benned, hogy ne, ne tedd, ez nem jó neked. És egy bizonyos szintű rossz érzést hoz ez be, de ez megtérésre vezet. Ez nem egy hang, ez egy érzés. Az ellenség végül a halálos csapást akarta mérni Jobbra, azáltal, hogy vádlást és kárhoztatást hoz be az életébe. Hogy egy olyan terhet helyezzen rá, amit már nem volt képes elcipelni, elhordozni. Azt próbálta meg elhitetni vele, hogy biztos, hogy vétkezett, és hogy Isten haragszik rá. Mert hogyha ilyen dolgok jöttek az életére, akkor tutira vétkezett. De ő volt a világ legigazabb embere, akit Isten talált a föld színén. Csak Jobb magáról ezt nem tudta. Ne hagyd, hogy más emberek vádlás és kárhoztatás alá helyezzenek téged. Isten meggyőzhet téged, és én nagyon örülök annak, amikor Isten meggyőz bennünket. Még több meggyőződés kell, hogy legyen a szívünkben, mert még több szentségre van szükségünk az egyházban. Én teljes mértékben ebbe az irányba akarok menni, és azt úgy is gondolom, hogy még többre van szükségünk ebből. De nem engedhetjük meg, hogy az emberek károsztatás és vádlás alá helyezzenek bennünket. A Szent Szellemet kell megengedni, hogy ő foglalkozzon a szívünkkel. És amikor te más emberekkel foglalkozol, vagy vezetsz másokat, akkor ne azokból a törvényekből, szabályokból indulj ki, ami azt mutatja, hogy ez jó vagy az rossz, hanem működj a Szent Szellem vezetéséből, vagy vezetése által. Mit mond Isten erre a helyzetre?
mi ennek az embernek erre a helyzetére vonatkozó válasza Istennek? Mi a Krisztus elmé, a Krisztus gondolkodása arra a helyzetre vonatkozóan? Lehet, hogy teljesen más és eltérő attól, mint ahogy te beszéltél volna azzal az emberrel, vagy ahogy mondtad volna neki. Ha a természetes elméből működünk, óriási problémákat teremthetünk ezzel. Lehet, hogy egyik embernek rossz valami, amit tesz, de lehet, hogy a másik embernek teljesen ugyanaz a dolog nem rossz. Ezért kell szellemben járnunk.